Oszlop, felette a magyar zászló. Mostantól ez is emlékezteti a Mária Pócsra érkezőket, hogy nemzeti emlékhelyen vannak. A szabolcsi kisváros 10 éve lett nemzeti kegyhely, idén pedig a hungarikumok közé is bekerült. Máriának van szava a magyar nemzethez. Erre emlékeztet Mária Pócs is. Emelte ki a téli csütörtöki megáldásán a görög-katolikus egyház hazai vezetője. Üzenetét pedig, miszerint mindannyian az ő gyermekei vagyunk, továbbítanunk kell embertársaink felé. Magyarország ma is Mária országa. Szent István királyunk fölajánlotta az Isten szülőnek ezt az országot, és el is fogadta ezt. Viszont Mária szava rajtunk keresztül jut el másokhoz. Minket erre emlékeztet, hogy közvetítsük Mária szavát, és rajtunk keresztül Mária emlékeztet arra, hogy mindjárt az Isten gyermekei vagyunk, egy családnak a tagjai, egymásnak testvérei, függetlenül politikai nézettől, vagy elgondolástól, hovatartozástól, teljesen függetlenül mindnyájan testvérek vagyunk. A megyei közgyűlés alelnöke is arról beszélt, küldetésünk, feladatunk, hogy ezt az üzenetet hittel, szívvel és odaadással átadjuk másoknak. Azért, hogy magyarok tudjunk maradni az elkövetkezendő 1000 évben is a Kárpát-medencében, ahhoz mindenkinek meg kell tenni azt, ami szükséges. És ezt valóban személy szinten, család szinten kell. Az utókornak át kell adni azt az örökséget az utánunk következő nemzedéknek, amelyet mi is ajándékba kaptunk. És ehhez szükséges az, hogy legyenek ilyen emlékhelyek, legyenek emlékoszlopaink és legyenek útjelzőink, amelyek segítenek bennünket abban, hogy mindig emlékeztessenek arra, hogy ezt a feladatot, ezt a küldetést, ezt nap mint nap a hétköznapokban és mindenkinek a saját felelősségére végezni kell. Ezt akkor végezzük, amikor eljövünk ide a Pócsi búcsúra, és ugye itt az emlékhely környezetébe részt veszünk a misén, és könnyező Szűz Mária üzenetét visszük szerte az országban. Ezzel teljesítjük ezt a feladatunkat, ezt a nemes feladatot. A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnöke szerint az emlékhelyek az ég és a föld találkozási pontjai, emellett közösségi helyek is egyben. Minden közösség identitás formáló erővel is bír. Például a családi közösségben nő föl egy gyerek és válik felnőtté, és amit otthonról hoz, az megmarad egész életében. Az egyházi közösségben normákat kap, amiket aztán jobb esetben gyakorol egész életében. És a nemzethez való tartozásnak a tudata is közösségi élmény, hiszen a nemzet az egy nagy közösség, és hogyha ezeket a közösségeket gyengítjük, akkor magát az egyént, a személyt gyengítjük. Mária Pócs a leglátogatottabb hazai zarándokhely. Az emlékoszlopot egyébként már 2011-ben felállították, azonban csak most került ide, a kegytemplom egyik kapujának tövébe.